Sziasztok, én Elek Robert vagyok, és itt is vagyunk a harmadik csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, és mindenkinek kellemes ünnepeket szeretnék kívánni. Ennek apropójára a most következő videónkban elhoztam nektek különböző karácsonyi lifehack-eket, illetve különféle DIY tippeket, megpróbálom a legeslegjobbat kihozni magamból, de így őszintén bevallva tartok attól, hogy mégis mi lesz itt. Egy biztos, hogyha örültek ennek az egésznek, akkor már most mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot erre a videóra. Na de ne is húzzuk az időt, hanem egyből vágjunk is bele a közepébe. És itt is van az első hatalmas nagy lifehackünk, amelyhez, ahogy látjátok, szükségünk lesz egy hófehér gyertyára, egy ünnepi szalvétára, illetve egy sütőpapírra. Az emberünk a gyertyát betekeri az ünnepi szalvétával, majd rárakja a papírt vagy sütőpapírt, és ezt meghajszárítózza. És ez miért jó neked, tesó? Alapból akkor miért nem színes gyertyát vettél? Ja, mert ez ilyen vagányul fog kinézni. Ezzel az egésszel kapcsolatban van egy rettentő rossz érzetem, és szerintem ez nem fog működni, vagy lehet, hogy valamilyen szinten fog, de nem lesz ennyire jó, mint ebben a videóban. Na de itt is van már nekünk a sima gyertyánk, és akkor fogom is a kis vagány karácsonyos szalvétámat, és beletekerem a gyertyát, tökéletes, a végét pedig így megpróbálom összehajtogatni. Erre pedig jöhet is a sütőpapír. Az biztos, hogy nem néz ki olyan szépen, mint az eredeti videónkon, de ez legalább a miénk. És milyen meglepő módon, képzeljétek el, itt van a konyhám kellős közepén egy hajszárító, szóval akkor fel is nyomatom maxra, és kezdjük is el melegíteni. Na szóval az van, hogy hosszas percek óta ezt szárítom, és már annyira brutálisan égett szag van, de ne aggódjatok, ebben a videóban még ennél is jobban égett szag is lesz majd, de majd úgyis meglátjátok. Nem igaz, hogy nem olvadt meg a gyertyánk, hát konkrétan full forró ez is. Na meg a kis terítőnk extra forró, el is érkezik akkor az igazság pillanata, és leiszedem a szalvétát, vajon megszínezte a gyertyánkat? Vagy pedig sem. Hát... Mit rontottam el? Túlságosan vastag volt talán a szalvéta. És lehetséges, hogy egy réteget kellett volna csupán alkalmazni. Szinte bebírom nyomni a gyertyát, hát tűzforró a gyertyánk is. Lehetséges, hogy ezt a lifehacket én rontottam el. Na de ezeket félre is rakom, és akkor jöjjön is a következő lifehackünk, amely alapján, hogyha netalán van egy ajándékod, amelyen rajta van a címkéd, és ezt alapból így körömmel szoktad kapargatni, akkor ezt sürgősen változtasd meg, ugyanis itt van a megoldás, mivel a hajszárítónk segítségével, hogyha a címke alatti ragasztót egy kicsikét megolvasztod, akkor könnyedén egybe le fogod tudni húzni. Meglepő módon pontosan itt van ez a címke, szóval tovább fogom hajszárítózni ezt a gyertyát. Mit gondolhatnak amúgy itt a szomszédok, akik így benéznek, hogy ez az állat miért hajszárítózza a gyertyát, csak nem be akarja gyújtani? Ez már bőven jó lesz, ugyanis ott már folyik nekünk le a viasz. Na, eljön az igazság pillanat, hogy vajon működik-e? A második lifehackünk, és nagyon is működik, ugyanis megpróbáltam még videó előtt egyébként leszedni simán, de egyszerűen nem bírtam, na de most így nagyon is letudtam. Bízok amúgy abban, hogy ezek a lifehackek hasznosak lesznek számotokra, mert valljuk be, a legeslegtöbb lifehack eléggé értelmetlen. Fú, de meleg lett itt a sok hajszárítózás miatt. Szükségünk lesz lufira, illetve karácsonyi díszekre, ugyanis, hogyha már unod a karácsonyfa díszeidet, vagy netalán kopottak, akkor csak szimplán meg kell fognod egy lufit, le kell vágnod a száját, és ráhúznod a karácsonyfa díszre, és akkor lesz konkrétan egy új karácsonyfa díszed. Na ez nem mindegy. Hát ha ez sem működik, akkor csalódás az egész életem. Ennek biztos vagyok benne, hogy működnie kéne. Na de ott tudjuk elrontani, hogyha nem vágjuk le eléggé a lufinak a száját, szóval szerintem én levágom itt, és akkor húzzuk is rá a díszünkre, aha! Túlságosan nagy a díszünk? Nem gondoltam volna, hogy ez ilyen nehéz folyamat lesz. Aha, egy kicsike repedés hangot hallhattunk, de ilyen apróságokkal ne foglalkozzunk. Kisebb díszsel csinálták ezt. De ez volt a legkisebb dísz, amit találtam. Jól van, ezt nem törtem bele. Persze, hogy nem törtem bele, hát milyen lett volna az, ha beletöröm? Az jó, lejött.
Pedig már egy pillanatra felcsillant a szemem, hogy hát ez könnyű volt, végül is csak 10 percet szenvedek itt vele. Milyen jók ezek a lifehack-ek, és megkönnyítik az életedet, nem? Hát nagyon megkönnyítik. Jó. Na, haladunk. Szuper! És itt is van akkor már az új karácsonyi díszünk, amely rettentően esztétikus és gyönyörű. A fának az égköve lesz szinte, a fülemre is akasztom. És akkor jöjjön is a kövi lifehack. Biztos vagyok benne, hogy ez nem csupán velem fordult már elő, hogy levágod a számodra megfelelő mennyiségűnek vélt csomagolópapírt, de aztán kiderült, hogy nem elegendő, és dobnád is ki, tehát mostantól kezdve nem kell, ugyanis csak egy kicsikét forgatnod kell a kívánt ajándékodon, és bőven elég lesz. Na de random, találtam itt egy vázát, szóval most ezt fogjuk becsomagolni, és hogyha már becsomagoltam, akkor karácsonykor oda is adom annak a személynek, akinek ez a vázája, tudjátok. Mennyire meg fog lepődni, hogy hetek óta már ezt keresem, végre megvan, köszönöm szépen, hát ez a tuti karácsony ajándék, de most gondosan figyelnünk kell arra, hogy pont kevés csomagoló anyagot vágjak le, talán még ez nehezebb is, mint amúgy megfelelő mennyiségű, bár lehetséges amúgy, hogy mivel ez egy nagyon speciális alak, ennél full nem fog működni. Eski nem téptem el. És akkor itt láthatjuk is, hogy bizony így nagyon nem tudom becsomagolni, de hogyha egy kicsikét forgatok rajta, és így szépen elkezdem csavarni, akkor szintén nem tudom, tudjátok. De nem, jónak kell ennek lennie, és megoldjuk valahogy, amúgy a csomagolással mindig is problémáim voltak, na. De azért ahhoz képest amúgy, ajaj, szétjön, szóval ahhoz képest, hogy honnan indultunk, szerintem nem lett olyan rossz. A komment szekcióban mindenféleképpen írjátok le, hogy ti örülnétek-e annak, hogyha valaki ennyire rettentő profin csomagolná be a karácsonyi ajándékotokat. Figyeljetek, a szándék a lényeg, meg a szeretet, nem pedig az ajándék, meg az, hogy hogyan van körítve. Meg nézzük a jó oldalát, így legalább könnyebben ki lehet bontani, és nem kell össze-vissza tépkedned, és örülhetsz a vázádnak. Hát megoldottuk ezt is. És akkor el is érkeztünk ahhoz a lifehackhez, amelytől én legeslegjobban tartok. Emlékeztek arra, amikor mondtam, hogy lesz még ennél is büdösebb nálam itt a konyhában? Erre gondoltam, ugyanis az a feladatunk majd most, hogy műanyag poharakat ki kell színeznünk filccel, utána pedig be kell raknunk a sütőbe, megolvasztani a műanyagot, mennyire egészségesen hangzik, nem? És elvileg úgy fog pont megolvadni, hogy szépen egy kis dizájnos kör alakod lesz, amely tökéletes karácsonyfa dísz. Én amúgy ebben bízok, hogy működni fog. Bár az első gyertyásunkban is bíztam, és mi lett belőle. Na de itt is vannak a poharaink. El is kezdem akkor ezt a kis fehér poharunkat színezgetni. Nem viszem túlzásba, hanem csupán pár ilyen kis gömböcöt rakok rá, ugyanis, hogyha működik, akkor ennek is majd látszódnia kéne. Fú, de csúnya karácsonyi dísz lesz ez. Várjatok, ide ráírom a nevemet. Robi. Meg oda nyomatok egy smiley-t is. El is készült a második rettentő esztétikus poharunk. Remek műveimmel menjünk is akkor a sütőhöz, gyertek. Ki is béleltem egy tepsit alufóliával. Hát, hogy nem fogom annyira tönkretenni. Újra sokat kell majd szellőztetni ezek után. Nézzük is meg, hogy elkezdenek olvadni. Hát egyelőre nem. Ezt nem szabadna csinálni, de vegyük feljebb a hőfokot, ugyanis akkor minden jó lesz. Kezdem már érezni az ilyen mennyei szaghatásokat. Fú, de büdös lesz ez. Aha, az egyik nagyon is kezd olvadni, és a fehér poharunk már szinte félig eltűnt. Mit csinálsz amúgy, Robert, 20 évesen szabadidődben? Hát, nézem a sütő előtt a műanyag poharakat, ahogy olvadnak, és bízok abban, hogy karácsonyi díszek lesznek belőlük. Na de itt is van az igazság pillanata, hát ezek nagyon is úgy néznek ki, mint az eredeti lifehackben, és ott is van szépen a kis Robi felirat, meg az összes design elem, amelyet rajzolgattam, látszik. Ez amúgy brutálisan jó pofa, ahhoz képest, hogy mit műveltünk, nem is annyira büdös, sokkal de sokkal rosszabbra számítottam. Na de akkor el is érkeztünk a legutolsó lifehackünkhöz, amely segítségével műhavat fogunk készíteni,
igen, jól hallottátok, műhavat, csupán kettő összetevőre lesz hozzá szükségünk, borotvahabra, illetve szódabikarbónára. És hogyha ezt a kettőt elvileg összekeverjük, és kellő ideig kavargatjuk, akkor lesz műhó, amelyből tudunk építeni kis hóembereket, meg amit csak szeretnénk. Rettenten örülnék annak, hogyha ez működne, szóval léci kedves lifehack, működj! Az a probléma, hogy nem voltak arányok a videónkban, szóval csak így érzésre kell ezt az egészet csinálni, és már a kis telkánkban benne is van 150 g szódabikarbóna, most már pedig 200 g, a jóból is megárt, szóval fel is rázom a borotvaabunkat, pörögjön is bele. Hát tisztára úgy érzem magamat, mint 2016-ban kb. Azok, akik slime-oztak. Fú, de nem jó ötlet ezt így puszta kézzel összegyúrni. Kezdem érteni, hogy a videóban az emberünk miért kanállal csinálta. Csak azt nem értem, hogy én miért nem kanállal kezdtem el. De egyre jobban már ilyen műhavas állaga lesz. De az a baj, hogy hiába is néz ki úgy, mint a hó, nem fogja megadni teljesen azt a hatást. Az amúgy az egésznek a titka, hogy folyamatosan kis adagokkal kell kezdeni. Hát főzésnél sem véletlenül úgy csinálják, az elején ezt rontottuk el. De ne! Hát hova tűnt az a rengeteg szódabikarbóna? Konkrétan az összeset már beleöntöttem, de szerintem az arányokat elronthattam és túltoltam a borotvahabot. Hát, ja, hogyha egy kicsitkét kevesebb borotvahab lett volna benne, akkor sokkal jobban átadta volna az igazi hónak az állagát, de azért ez se rossz, és ezzel is el lehet lenni, valljuk be. Hogyha nem tolom túl a borotvahabot, akkor még bőven amúgy lehetett volna ebből egy vagány kis hóembert építeni, de konkrétan ehhez több kiló szódabikarbóna kéne, hogy elegendő mennyiségű havunk legyen, de kijelenthetjük, hogy ez a lifehackünk működött. Ennyi is lett volna ez a videónk. Én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha bejött nektek, akkor mindenféleképpen csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, hogyha pedig ezeket a videóimat még nem láttad volna, akkor mindenféleképpen kattints rájuk és nézd meg. Én Elek Róbert vagyok, majd hamarosan találkozunk, addig is, szevasztok!